Köszöntöm a Karcefem hallgatóit, a civil kört. hallják, a műsorvezető Gajdi Csotto, és köszöntöm a mai vendégeimet, Szőnyi Kingát, Bakos Zoltánt és Lánci Tamást, szervusztok! Jó napot kívánok, szervusztok! Napot. Kezdjük rögtön azzal, amire Bajer Zsolt kolléga hívta fel a figyelmet, Olvasni fogok egy kérdést, hogy mit kérdez ma egy felvilágosult, progresszív, haladó újságíró, egy hát nem is tudom, tudós hölgytől, nevezzük így, aztán majd utána minősítjük. Azt mondja ez a Nagy Iván László nevezető kérdező. Az elmúlt években az Orbán rezsim a családok védőszentjének szerepét vette fel, ráerősítve arra a nemzetképre, hogy a világ azoké, akik teleszülik mitől ilyen erős a család értelmezése, és hogyan kapcsolódik a nemzeti túlélést hirdető szélső jobboldali populizmushoz? Na hát meg fogjuk ezeket a kérdéseket mi is válaszolni, nem biztos, hogy Nagy Iván László örülni fog neki, de azért még annyit hagyj mondjunk el erről az Emmi Eklandról, akinek ez a kérdés elhangzott, hogy bár a pozitív családpolitikát úgy értékeli, hogy annak üzenete cirógatja a lelket, valójában a patriár, patriár hátusért vívott harcról szól, arról, hogy az erős férfiak megvédjék azt, ami az övék, a nőket, a gyerekeket és a nemzetet. Fröcsög a gyűlölet, mindazon értékek, mindazon világnézet, mindazon hogy is mondjam, csak alapvető emberi érzelem, hit és, és a emberi érték iránt, amiért szerintünk élni érdemes. Hát Kinga, azt hiszem, az igazán az, akinek mondani, ezt el kell kezdeni. Ha hogy szabad akkor, mint ehhez? nő, hát hogy ne? Hát föl lennék háborodva, és hát lehet, hogy nem is azzal a férfival élnék, akivel élek most már 38. már tudományik éve hogyha nem ez lenne, hogy megvéd, hát kitől várja el, ha nem tőle? És a gyerekeinket, hát mint egy apa oroszlán, meg egy anya oroszlán küzdünk és védjük őket. Miről beszél ez a hölgy? Tehát én szerintem egy teljes valami fals gondolkodásmód valahogy úgy beékelődött nekik. Én büszke vagyok arra, hogy én nemzeti konzervatív nevelést kaptam, Adom tovább, bízom benne, hogy majd a gyerekeim is ezt fogják, és ebben pedig szerintem nincs kérdés egyikünk között sem, hogy ahhoz, hogy egy nemzet fennmaradjon, ahhoz szükség van a nemzetet alkotó legkisebb egységnek a jól működésére, a családra, és hogyha a családok nincs, nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy vállaljanak minél több gyermeket, akkor itt óriási baj lesz. Szeretném ennek a hölgynek üzenni hogyha megnézi az összes időszakat, amikor az Orbán kormányról beszélhetünk, de szerintem még az első Antal, vagy az Antal kormányról is beszélhetünk. Kiemelt szerepet játszott, hogy a családokat olyan helyzetbe hozzák, hogy ne legyen probléma számukra, hogy megszülessenek a vágyott gyermekek. Ha megnézzük és összeadjuk, én próbáltam összeszedni, hogy milyen támogatásokat kaptak. 2010-től kezdve a Hazai csádok jobbról-balról, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ezt mindenki megkapja pártállástól és hitvallástól függetlenül. A legelsőre szeretném most felhívni a figyelmet, amit 2010-ben áprilisában az Orbán kormány azonnal eltörölt. Azt a bizonyos szemléletű oktatást, amit az óvodában be akartak vezetni 2009. decemberében. Az egyik legutolsó parlamenti döntés volt a bajnai kormány idején, hogy gendersemleges oktatást kell bevezetni az óvodákban. Na most ennek olyan számokat tudnék most hozni, hoztam is egyébként Frivalsz Kedit segítségével, aki elmondta, hogy annak a bizonyos átfogó szexuális nevelésnek a következménye, ami az Egyesült Királyságban nem identással foglalkozó gyermekkórházak adataiból derül ki, exponenciálisan nő, a gyermekek száma, akik orvosi segítséghez folyamogtak, nem átalakítás céljából. Ezt azért szeretném elmondani, hogy ez 2009-től vizsgált adatok, pont attól az évtől, amiről én beszélek. Uh -huh. Tehát, hogy miért is támadnak minket, és miért támad most ez a hölgy minket, szerintem pontosan ezért, mert látja, hogy olyan stabil lábakon állunk, és nem engedjük a gyermekeinket és ez a legfontosabb, hogy nem szabad hagyni a gyermekeinket, hogy ilyen nemi átalakító műtétekről halljanak. Én szerintem ez egy gyermek ellen elkövetett merénylet, hogyha ez bizonyos fiatal kor, bizonyos kor alatt a nagyon fiataloknak elmondjuk. De egyetlen egy idézetet, és akkor az uraktól elnézést kérek, hogy ilyen sokat beszélek. Nagyon fontos az átfogó szexuális nevelés az UNESCO szerint, ami azt jelenti, hogy 5-8 éveseknél ezt ajánlja az UNESCO. Egy 5 éves gyermeknek ismernie kell a gender ideológiai alapjait. Az idézet. Határozd meg, hogy mi a gender társadalmi nem, és mi a biológiai nem. Jellemez, miben különböznek egymástól. Fölteném a kérdést, most kimegyek ide az utcára, és én megkérdezem az erre elhaladó első járókelőt, hogy meg tudják fogalmazni, akkor ez kész. És még egy utolsó, Szintén az UNESCO szerint 12-15 éves gyermekekről, a 12 évesen a gyermekeket a szülői hozzájárás nélkül végzett abortuszról kell tanítani. És akkor itt meg is állt a bicska, kinyílt a bicska a zsebemben. Azt kérdezte a minap egy újságíró tőlem, hogy láttam-e már lmbt aktivistát, aki be akarta vinni a propagandáját a oktatási intézményekbe. Mire azt mondtam neki, hogy nem láttam, de szerintem ez jobb neki is, meg nekem is. Viszont vannak ilyen aktivisták, és járják is. A Hintalóban alapítványt szeretném ajánlani figyelmetekbe. Rá kell menni a beszámolóikra, és meg kell nézni, hogy mennyi pénzt kaptak azért, és hány gyermeket értek el, saját maguk vallják be. Tehát itt nem kell látni, a tényeket kell olvasni. Zoli, te hogy ítéled meg? Te is harcolsz a patriarhátusért, hogy megvédhessd azt, ami a tiéd? Hogy ne, Egyetértek vele a Bibliától rendel dolog, ugye? És az alkotmányunkban is benne van, hogy az apa férfi, az anya meg nő. És én azt látom, hogy ez a Zeklund nevű nő, ez ilyen szél, nemzetközi szélhámos, liberális szélhámos, tehát ilyen határfelület kutató, meg kollektív identitást nyomoz. Hát ugye a kollektív identitás az a nemzeti tudat eltörlése, hogy mi homoszexuális sok fogjunk össze, meg fekete fogjunk össze, tehát szét kell apróra törni a társadalmat, mert ugye a közhatalom elbitorlásának a nemzetközi receptje meg módszere az pont ez, hogy ezek ez a senki által meg nem választott szervezetekhez, félhülyékhez, mert ugye én bejárok ilyen babzsákos kocsmákban néha fotozni. hát elképesztő milyen alakok vannak, ez is büdösek, koszosak, és de mindent jobban tudnak természetesen. És ezek nem mondják meg azt egy több gyereket nevelő családnak, ahol reggel fel kell kelni, reggeli van, iskolából hazajövet, lecke kikét. Tehát van egy üzemmenet. Ezek, akik azt se tudják, hogy mikor kell felkelni, lásd karácsony, ne mondják már meg nekünk, hogy mit kell, hogyan csinálni. És hát ugye ez az egész populizmus kutatás, ugye, amivel ez a nő a Cardiffi Egyetemen, meg a korábbi állom, ez egy svéd nő különben, dicsekszik. Hát mi a populizmus az az, ami az ő eszméknek ellentmond. Ezt már nagyon jól tudjuk. És ugye nemrégiben hallottam egy híres embernek a szájából, hogy most már menjünk át támadásba, tehát az Orbán, hogy menjünk és mondjuk már meg, hogy ti hülyék vagytok, hát mi nem veszük ezt be. Tessék nevén nevezni a gyereket. Mondjátok meg, hogy ti meg akarjátok rontani a fiataljainkat, mert ez gyerekrontás. Tehát a Kinga az előbb még mondta most itt nem adásban, adáson kívül mondta, hogy milyen maszturbációs módszereket ajánl az UNESCO támogatásával. négy éveseknek? Igen, uh -huh. Igen, itt van, tudom idézni majd, ha valaki térne. te vagy köztünk a legfiatalabb. Nagyon izgalmas, hogy te hogy látod ezt a kérdést? Ha engem kérdeztek volna meg, hogy találkoztam-e ilyen szervezettel, igen, találkoztam, bár... Ö ha nem hívják föl rá az ember figyelmét, hogy ha a ha politika nem foglalkozik ezzel, akkor azt is mondhatnám, hogy radar alatt marad a dolog. Ezek a szervezetek ugyanis ott vannak, ott voltak a legutóbbi időkig, óvodákban, iskolákban bejutottak, nem szivárványos zásztót lobogtatva, nem azzal, hogy ők most genderérzékenyítést tartanak. De amikor hazajön a gyerek az iskolából vagy az óvodából és elmeséli, akkor azért a wide-fülű, politikai elemző, akkor tudja azért, hogy ez a szervezet, ez az a szervezet uh -huh. volt, hogy elkezdődött a gyerekeknek a megdolgozása. Mindig szoktam mondani, hogy 1945-ben, amikor lezárult a második világháború, akkor itt Európában egy dolgot elhatároztunk. Soha többé nem szeretnénk gyerekkatonákat. Nem szeretnénk. Uh -huh. Ezek a szervezetek gyerekkatonákat képeznek. A félretés ne essék, nem csak a persze az ideológiai feltörésük, az indoktrinációjuk, az érzékenyítésük, ez is, egy, ez is egy feladat. A következő viszont az lesz, hogy gyerekkatonák lesznek, akik a szüleiket jelentgetik majd fel, ez a következő lépés, hogy szüleiket mószerolják be, tehát elkezdődik a módszeres elidegenítése majd igen. a gyerekeknek, ezt már látunk Volt is után, ilyen hír már, hogy bekúcolták a szülőt, mert nem akart hozzájárulni <coughs> a gyerek hülyeségéhez. Igen. Igen. És, igen. és Sőt, a az az egy hát ez egy Kanadában az a börtön is lett, és azt hiszem, hogy te idéztél egy hellerági így ugye erre szeretném, ha elmondanád ezt még egyszer. Én, amikor ezt először tőled meghallgattam, akkor elfegyettem jegyzetelni, hogy ez mikor is történt. Vajda Mihály és Heller Ágnes, hogy 1970-es, azt hiszem a valóság, most nem készültem, de ugye hogy valóság című folyóiratban megjelent, hosszú, 30 oldalas, irritáló, baloldali áltudományos nyelvezeten megírt kőkemény marxista, sőt, hogy pontosan fogalmazok, maoista mert ők akkor ugye ebbe utaztak a 70-es években, maoista dolgozata, ami arról szól, és aztán én átküldtem ezt a dolgozatot Bajer Zsoltnak, aki aztán a Magyar Nemzetben ezt kitűnően meg is szemlézte, próbálom összefoglalni ezt a nagyon hosszú és terjengős dolgozatot. Ez arról szól, hogy bár 1970-et írunk már, ugye 20 éve a Kádár rendszert nyögjük itt Magyarországon, de a család az még mindig egy konzervatív intézmény, ezt még nem sikerült föltörni a létező kommunizmusnak, de már nincs messze, hogy ez megtörténjen. Persze addig még sok ellenállást kell ledolgozni, vagy, le, vagy áttörni, mert a szülők azért ragaszkodnak a gyerekekhez, de valójában arra van szükség, hogy a gyerekeket ne a szülők, ne a klasszikus család, hanem kommunák neveljék, tehát megtörjük és elszakítsuk a, a hagyományos családi kötelékeket, onnan kiragadjuk őket, mert ugye ezek csak tovább örökítik ezeket a rettenetes, hogy is fogalmazott Niedermüller Péter, ugye a borzasztó képződmények ugye tovább örökítik ezeket a rossz szociális mintázatokat, és hogyha majd kommunákban nőnek fel a gyerekek, ott akkor már nem lesz úr és szolga, nem lesz majd konzervatív nem lesz, konzerva, apa, anya, ezek itt megszűnnek, és akkor eljön végre a boldog kommunizmus, az az időszak, amikor már teljesen megváltoznak a társadalmi viszonyok, és erre mondtam azt, hogy nincs új a nap alatt. Tehát az a projekt, amiről itt ma beszélünk, ami ellen ma egy népszavazás fogalmazódik megvédekezésképpen, annak a gyökerei ott vannak a 68-as diáklázadásoknál, Hellerákneség két évvel később már megírják itt. Magyarországon a projekt változatlan, 50 éve ugyanabban utaznak, szét kell bomlasztani a családot, föl kell bomlasztani, Köszönöm. tönkre kell zárni. Erről írt ez a hölgy most, csak ezért is szerettem volna idézni, hogy. Nagyon, nagyon jó, hogy idézted, a, a mert, mert akkor, az... akkor most a kérdést kicsit megcsavarva úgy teszem föl, hogy ha ők azzal vádolnak bennünket, hogy mi a patriarchátusért vívjuk a harcunkat akkor arra próbáljátok meg nekem választ adni, hogy ők ezt miért csinálják. Mi, mi, mi hasznuk van belőle. Mert úgy általában ők érdekből ö, szoktak cselekedni. Ö, minden értéket el akarnak ö, tiporni, de, de miért, mi ebben a jó, hogyha tönkre zúzzák a családokat, ha ö, minden ö, lány fiúvá műteti magát, minden fiú meg lányján, mi? Ez miért jó? Hát erre szerintem van egy praktikus válasz, meg van egy teológiai. Ha most Zsolt ülne itt, Bajer Zsolt, akit már megidéztünk az előbb, akkor, akkor ő a teológiai válaszsal kezdene, és valószínűleg idézne madácsember tragédiájából Lucifertől <laughs> uh, valamit. Uh, szerintem mindenki tudja, hogy mire, mire utalok, ezt nem is akarom pertoktálni a teljes kiszolgáltatottság, tehát a praktikus magyarázat az a teljes kiszolgáltatottság. az mindenféle gyökerétől uh -huh. elszakított ember, aki, aki társtalanul, magányosan, kiszolgáltatottan bolyong a világba, és azt lehet tenni vele, amit csak akarnak. Uh -huh. Kinek érdeke ez? Szerintem elsősorban azoknak, akik a világot a profit szempontjából nézik. Uh -huh. És azt nézik, hogy hogyan lehet még többet és még többet és még többet kifacsarni az emberből. Ugye ma, a mai világban van még egy-két olyan hely, egy-két olyan sziget zsombéki kimagasodik ebből a szuperkapitalizmusból, ahol nem a profit a meghatározó. Tehát amikor az idős szüleinket akarjuk ápolni, vagy a, akkor ott, ott, nem azt nézzük, hogy ez mennyibe fog kerülni, hanem, vagy amikor a gyerekünket nevek, nem azt nézzük, hogy ez mennyibe kerül, hanem a legjobbat akarjuk adni. A családi viszonyainkban, egyházközösségekben ott nem ezt nézzük, nem a profit mm -hmm. szemlélet Na hát ezt le akarják rombolni, föl akarják számolni. Hát mennyivel jobb üzlet, ugye, hogyha oda is be tud törni, akár a. Tehát nem a család fogja gondozni az időszeretünket, hanem majd egy profitéhes cég. Mennyivel jobb, ha a gyerekünket is majd már négy-öt éves korától nagy cégek gondozzák, akik. A futurisztikusnak meg elképesztőnek hangzik, de igen. Tehát végülis erről szól a történet, hogy ki kell venni a szülő kezéből, ki akarják venni a szülő kezéből. a és Így van. De, de valakinek az kezébe került, tehát olyan nincs, nem. Mag, nem uh -huh. Tehát majd, majd fogja a valaki. Nem az, az utcán gyereket. fog Nem se fog se, jaj, tehát az utcán Pontosan. És valaki... az anarchia az a legjobb eszköz arra, de hogy szó. ők tudnak irányítani, mert azok a gyerekek, akik egy nagyon erős családban ö, szocializálódnak, ott azért nyilvánvalóan. Nehéz az őket valahogy agymosottá tenni, bár mindent elkövetnek, és ezért nagyon fontos ez a két idézet, amit itt mondtam, az UNESCO részéről is, hogy bizony ez a feladat. És még egy dolog, amit mondtál, hogy igen, bent vannak az iskolákban, meg a mindenféle ilyen érzékenyítő programokkal és a legtöbb ilyen szervezet gyermekvédelem címszó alatt ment be. Tehát ezt tudni kell, hogy ilyen. úgy mentek oda be, hogy mi a gyermekek érdekében tehát megyünk. Hogy... Valóban nagyon komoly gyermekvédelmi intézkedések is voltak, meg odafigyeltek, csak ott a mézes becsöpögtetés azért az. mondjuk egy, egy példát, járt. csak egy személyes példát, tehát hogy ez megtörtént Magyar-Ovodában én személyesen tapasztaltam, hogy ez így, így, így zajlik. Bemegy ez az érzékenyítő NGO, és akkor ott tartanak, mesélnek a gyerekeknek. most öt éves gyereket mi érdekel, ugye? mesét akar hallani. Miről szól a mese? Hát vannak a bárányok, akik élik boldog életüket, de egyszer csak születik egy rózsaszín bárány. Uh, és akkor őt kiközösítik, őt nem szeretik a bárányok, de aztán kiderül, hogy tulajdonképpen a rózsaszín bárány az még jobb bárány is, mint a többi bárány, és a végén mindenki rózsaszín bárány akar lenni. Aha. Na, Hát öt évesen, az öt éveseknek így magyarázzák el, legalábbis ma, a mai, mert ugye még finoman kezdik, aztán utána már ott ül a, világos, a drag a, az oldai csoportba. Zoli nagyon Még akarulna. annyit, hogy, hogy ezt a ezt az érzékenyítést, amiről most mi beszélünk, ezt már kipróbálták az orosz kommunisták, ugye, család megfosztása, a 20-as években megcsinálták a kommunákat, meg minden, a sztálini visszacsapás 24-ben ez volt, hogy annyira szétment erkölcsileg a társadalom, hogy már a diktatúrát sem bírta, és ez mutatja azt, hogy ezek a liberálisok totális diktatúrára törekednek. By the way, a Tamás szavaihoz a 90-es években megjelent már, hogy a modern kori rabszolgaságot a bankok alapján hogy lehet bevezetni Egyesült államok közlő titkos szolgálati szervei készítették ezt a tanulmányt. És a másik, milyen érdekes, a hitleréknél is ugyanez volt, hm. a fasiszta diktatúrába, hogy szüljetek nők, és elveszük ilyen állami gyerekotthonba a gyerekeket, tehát az SS-nek ugye ki volt adva, hogy annyi nőt termékenyítsetek meg, amennyit bírtok, mert ti vagytok a fajtista vérvonal, és abból lesz majd az igazi német, és majd felneveljük a gyerekeket. És ugye akiket elfogtak orosz gyerekeket, kiskorúakat, azokat átnevelték németté. Ez hm. egy, ez egy, Ez egy igen, ez igen, ez ez tízezres üzlet igen. volt, tehát nincs úgy tényleg a nap alatt, csak erre nem szabad, nem szabad erről elfelejtkezni, Miláros. hogy itt a gonosznak egy ilyen nagy ármánya megy a jóság ellen. Mm. Tehát ugye itt minden a keresztény alapok ellen megy, mm. hogy azt a biológiai alapját le kell bontani az embernek, és minden. Csak ehhez csak, no. <laughs> Bocsánat, ké, na, csak... Nagyon gyorsan mondjad, mondjad, csak el ne felejtsem, mondjad látszólag mellékszáll csak egy ilyen kis kulturális adalék. Hogy mi minden? Tehát, hogy mennyire kifinomult, hogy mennyire, mennyire, tehát mennyi mindenre gondoltak. Van, amikor a 20-as években a Grópiuszék, Walter Grópiusz, az építész, aki kitalálta tulajdonképpen a modern lakótelepet. Ez nem csak arról szólt, hogy hogyan lehet gyorsan házakat építeni, az eredeti elképzelés az az volt, hogy a lakások beosztását úgy csinálják meg, hogy senkinek se legyen privát tere, hanem már eleve rá legyenek az emberek kényszerítve a térkiképzés által, hogy kommunikában éljenek. Uh -huh. hát nem, vé nem véletlen, hogy a baloldaliak voltak azok, akik lelkesedtek a lakótelep iránt, aztán nyilván a a, hogy mondjam, a, a valóság azért rákényszerítette őket, hogy akkor létrehozzanak, de tehát normálisabb lakásokat, de ott is ugye az volt a szempont, izolálni az embereket, lehetőleg mm. a közösségi tereket szétroncsolni, minél kisebb konyha Ilyen. legyen, ne tudjon összejönni a család. Hát, nem, volt, nem, volt Én... ö, felhalmozni az élelmiszert. Ne legyen, hogy ne legyen spájz, igen, így, kamra, Tehát, hogy, 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 hogy ez egy végtelenül átgondolt, nagyon szisztematikusan az Igen. élet minden területén támadó ideológia, gyereknevelés, építészet, ha bele se tudunk gondolni, Igen. hogy mennyire, mennyire rafinált. Előrelátóan. Csak egy nagyon gyors, nagyon visszamentetek az időben, 20-as évek, Történet. de az NDK-t azért nézz, ne felejtsük el, ott, hogyha Igen. valamelyik olyan családot, ahol szembe mentek az NDK-nak az elképzeléseivel, ott a gyereket elvitték, és sokan mai napig nem, nem tudják, nem, hogy hol vannak a gyerekei, mert más családok nevelik. Tehát ez egy nagyon régóta jól működő bizonyos, általuk használt. Bizonyos, nekem már csak egyetlen dolog jutott lezárásaképpen ennek a témának eszembe. Említetted, hogy mi már láttunk ilyet a létező szocializmusban, vagy a kommunizmusban. Putyin figyelmeztette a nyugatiakat, hogy ezt ne csinálják. Ez már náluk egyszer lezajlott. Így van. És mondja Putyin, reméljük örökre megszabadultunk tőle, ti most mentek bele, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas, majd ezt még szerintem folytatjuk legközelebb, de térjünk át egy következő témára, kedves hallgatóim a civil Hallják Szőnyi Kingával, Bakos Zoltánon és Lánci Tamás, és mondok még egy idézetet. Ezek azt mondták, hogy jó, akkor legyél független jelölt, de majd a jobbik támogat. Mondtam én, hogy ez oké, okay, de hogy lehetek független, ha csak a jobbik támogat? Mondtam nekik, hogy legalább a munkás pártot tennétek még oda, akkor az emberek elhiszik, hogy szélső jobb, szélső jobb támogat egy független jelöltet, akkor az tényleg független. Gondoltam, hogy itt a beszélgetésnek vége van, de néhány hét múlva telefonáltak, hogy megvan. És ez ma elhangzott újra és újra, és áll az ember, és néz ki a fejéből, és nem, nem tudja, hogy, hogy, hogy most mit gondoljon. És ez az ember, aki így definiálja a függetlenséget, akinek ez tök természetes és rendben van, amiről beszél, ez akar lenni Magyarország következő miniszterelnöke. Na, Zoltán, akkor... Hát azért a Márki zajról mindenféle el lehet képzelni. Érdekes a Türmer Gyulának a reflexiója erre, hogy ez hülyeség. Na, ez, az, a, szóval, ez hülye. Igen, igen valami, hülye, igen az bocsánat. Az igen, igen. Szóval minden, minden szaván látszik ez, és ez a, Meglátok egy ipari kamerát, nekiállok nyilatkozni. Ez annyira betegesen benne van, és teljesen átgondolatlan az egész. Ez elvileg a mi malmunkra hajtja a vizet, csak egyetlen egy baj van, hogy van egy olyan drukkoló tábora kialakul már, amelyik szó nélkül, gondolkodás nélkül elfogadja ezeket a toposzokat, amiket mm -hmm. mond. Nem lát bele, ugyanis a mi szájtjainkat, ahol megkritizáljuk a márki zajnak a hülyeségét, vagy fellebbentjük a fájtlatróla, azt nem nézi. Tehát ő abba a, abba a buborékba él, hogy én divatosan mondjam, amiben már kizaj oké. Okay. És hát persze látják a baloldali értelmes újságírók, szoktam ilyennel találkozni ritkán, hogy, hogy itt állati nagy gáz van és maguk között megbeszélik, de hát mit tudnak csinálni, mikor a főnök ezt így akarja, meg ugye, bocsánatot kérek, hogy aki gyufával játszik, az legalább egy pohár vizet tartson ott, ugyanik elkezdtek játszani felelőtlenül baloldali módon a demokráciával. Szavazzuk meg, ki lesz a miniszterelnök. Egyet vettek figyelembe, hogy a demokráciának van ilyen inherens ereje, hogy öntevékenyen gördül. És a Márki Zaj nagyon szimpatikus volt, mert semmit nem tudtak róla, csak hogy egy sikeres polgármester, puf, Bocsánat, hát nyert választást Elnézést így, kérek. így is kell, de a Márki zaj a sikeres polgármester, mert még nem húzták le a Rolót. Elnézést kérek. Az átlag emberekről beszéltem, nem a szőnyi kingáról. Tehát te tudod azt, hogy mi van a háttérben, de az az átlag ember, aki a Márki zajt megválaszt, és elment a baloldali választásokon, is strigulázott, az nem tudja ezt elnézést. És itt pont ez a probléma, hogy nagyon nehéz olyan helyzetbe kampányolni, hogy igaziból nem látom az ellenség, ellenfelet, mert sötét masszát látok, és nem tudom, hova bökjek. Nagyon nehéz dolog ez. Kingo, hogy én nagyon köszönöm Márki Zaj Péternek, hogy végre alátámasztotta azt, amit én régóta mondtam, hogy olyan, hogy független, ilyen nincs. Uh -huh. Tehát ebből látszik, hogy ez egy kreálmány. Tehát te attól leszel független, hogyha jobbról és balról is kapsz valami támogatást. Na hát itt van a eberhantolva, ilyen nincs. Tehát én bármikor valaki nekem elvel, hogy hát nem, ő független, ő, mondom, nincs ilyen. Tehát uh -huh. valamilyen véleményednek kell lenni. Uh -huh. És itt most De ez, 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 ez megfogalmazta. Ez a szó csupa, csupán annyit jelentett, hogy az illető nem párttag. Pártlogó párt nem szeret kívüli. Elfogadhat pár támogatást, de gyakorlatilag a, a, a politikai tértől, közektől független. Olyan nincs, és akkor pontosan... De nem, a, sajt... nem a, a gondolatai függetleneket, az hülyeség. És akkor itt van ez, hogy a független objektív sajtó. Tehát, legyünk őszinték, ilyen sincs. Tehát, Persze. Ez most, köszönöm szépen Márkizek, megfogalmazta. Világos. Te értesz, ez a legjobb, Nem vagyok pszichológus. Mi, mi az, hogy nem? vagyok pszichológus. 45 nap van hátra a választásokig, ha az az eredmény fog születni, amit most a legtöbb közvéleménykutató valószínűsít, persze, tehát aki ugye megégette a száját, az 22. a, a az a hideg is fújva vissza, tehát, hogy igen, meglátjuk, de ha az az eredmény születik, amit remélünk, akkor azt gondolom, hogy Márki Zajnak pont 45 napja van hátra amíg ezeket a köreit futja, utána ö, gyakorlatilag a baloldali sajtó ö, az, az ilyen, mint egy azték áldozó pap, egy nagy késsel elevenen fogja föltrancsírozni már Zaj És Gyurcsán Ferencnek el se kell hajítani tulajdonképpen, mert ott a, a feldühödött, a választási vereségen feldühödött Hívek, baloldali hívek fogják elevenen el szét Marcangóni szétvinni a darabkáit. Tehát úgy fogják lebontani, mintha nem is lehet volna. Ezt én mondom, így április 3-a 11 órára. Valószínűsítem, hogy akkor kezdődik ez a folyamat. Addig megfutja ez az ember a, a saját nagyon furcsa, egyre őrültebb, uh, lefelé tartó spirálba uh -huh. a köreit. Nem, nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. Úgy, úgy kezdhet, hogy vagyok a szakértő, nem nem tudok. Uh -huh. Én ezzel uh -huh. nem tudok mit kezdeni. Ez az ember, ez nem politikai eset, ez pszichés eset. Úgyhogy mit... hát egy nagyon, nagyon rövid kört fussunk azzal kapcsolatban, amivel ők védekeznek, hogy hogy gyakorlatilag részünkről ez ilyen álszent hisztéria, hogy ezen annyira ki vagyunk akadva, hát ezt mindenki tudja, hogy, hogy szélső jobb és szélső az összefogott, csak ők úgy tartják, hogy a Fideszben, mi meg úgy tartjuk, hogy a Moslék koalícióban, de hogy nincs itt semmi látnivaló, mondják ők. De teljesen egyértelmű, hogy Gyurcsány Ferencnek sikerült összehozni a saját égisze, saját zászlaja alatt a, a... Jobbikot, amelyet ő maga nevezett náci pártnak, és sikerült összehozni a, a szélsőséges liberálisokat, nevezhetjük őket kommunistának is, mert tényleg nehéz ma már megkülönböztetni. zajlik egy ilyen tipológiai meg elnevezésbeli vita, de mindegy. Szóval ért, értjük, a szélső baloldalt sikerült összehozni átmenetileg megint csak azt mondom április harmadikáig. Uh -huh. uh, aztán majd majd történik, ami történik. Én azt gondolom egyébként, hogy Gyurcsány Ferenc nagyjából domestikálta a Jobbikot, domestikálta az MSZP-t, be vannak darálva tényleg, be Birányos. vannak töltve abba a bizonyos kolbászbélbe. Uh, ez, 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 ez egy, azt is mondhatnám politológusként, hogy megsüve, megsüvegelendő politikai teljesítmény, hogy van-e, aki -e ebből a kolbászból lenni akar, azt nem Ez egy két kérdés. kérdés. Én az előbbi csak azt szerettem, hogy hirtelen felindulásban mondani, hogy de mégis meg tudja szólítani a fiatalokat. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy már Zaj... Már meg tudja? Igen. Számok alapján nem tudja megszólítani. Én bocsánat, az előválasztáson azért... Nem, 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 ne higgyük el az ő, el az ő propagandájukat, ne el. Tehát azok az hazugságok az, hogy... voltak, azok a számok? Nem... Fették a valóságot? Tehát én a számokkal kapcsolatban, amiket ők közölnek, én szeretnék ide tenni szintén számokat. Tehát ők azt mondják, hogy 608, sőt, 830 ezeren vettek részt az előválasztáson. Ehhez képest Kínnal keservel alig bírtak 200 ezer aláírást összegyűjteni a saját népszavazási kezdeményezésükre. Hoppa. Ugye igen, az ez egyik, ez egy házi verseny volt, senki nem ellenőrizte, hogy tényleg volt-e ott 830 ezer szavazat. Tehát ez csak egy De amikor egy állami jel. rendszerbe, tehát egy hivatalosan le kell adni, mert, mert azt meg fog nézni, hogy tényleg van, akkor egy hónap, mit egy hónap, másfél hónap volt nekik 200 ezer, vagy kicsit több aláírást összegyűjteni. Tehát, hogy ők mit kommunikálnak, hogy hány fiatal volt, meg hány szó. Szal... Szóval én azt mondanám, hogy kezeljük fenntartásra, induljunk ki abból, amit látunk, másfél hónap alatt tudtak összegyűjteni 200 ezer aláírást. Csak Kinga megnyugtatására mondjuk el, hogyha úgy számoltak, mint Márki Zaj, aki azt mondta, hogy ő alá... két kérdés volt, és az első kérdés, ez is összeszedett 235 meg a másodikhoz is, az összesen 400 e hát, De az jaj, még jó. mindig csak a fele annak, amit saját kommunikációk szerint az előválasztás. Hát még, még úgy se stimmel a dolog, Igen. de amúgy látjuk, hogy valójában csak 200 ezer ember volt, ami döbbenetes, hát választási kampányban. Válasz, egy általuk feltett kérdésre. Nem voltak kérdé. mert, Én mert csak mert azt akarom mondani, hogy, hogy ne, de nem, ne, mert, mert, ezek rossz dolgok. nem ne mantrázzuk az ő, az az ő, az ő, az ő hazugságaikat, hogy, hogy ők a fiatalokat... Én nem állítom, hogy soha egyetlen fiatal nem járt Márki Zajpéter környéket, statisztikailag biztos előfordul, kimutatható, biztos vannak ott is, de hogy, hogy ez nagy számban, tömegével... Van, eleve ez van hat gyereke, vagy hét, vagy sány is. Igen, igen. <laughs> igen. 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 Arra hajaz, amit a Tamás mond, hogy ugye ez a társaság, nem bírta egyeztetni a szavazatszámláló helyiségnek a bérleti viszonyát annyi időről, mennyire szükség volt. Tehát ahol ekkora fejetlenség van, és hát bocsánat, ilyen hülyék vannak, akik nem tudnak egy naptárat megnézni, azoktól elvárható, hogy így hazudnak. Világos. Jó, menjünk is tovább. Mondta a Márkizai valamit, mint amit most itt elemezgettünk. Aztán letagadja. Aztán elmondja az ellenkezőjét. Aztán bocsánatot kér, hogy jaj, nem is ezt akartam mondani. Magyarul az összes lehetséges narratívával teleböfögi a kommunikációs teret, bárki, mint egy menüsorból választhat, hogy neki melyik szimpatikus. És hogyha valaki a híve, az, a, az azt választja, hogy hát nem mondott ő semmi rosszat. Ha valaki ellene van, mint mondjuk mi itt négyen, akkor mi igenis szeretnénk, hogyha elismerné, hogy miket beszél. Ö nem okoz ez borzalmas zavart a választó polgárokban, amit ez az ember csinál, mert akkor fölmerül bennem, hogy direkt csinálja. Nem direkt csinálja, ez egy, ez egy kényszer nála, ez lelki kényszer, hogy beszéljen. Én azt gondolom, hogyha egy jó tanácsot lehetne neki adni, én nem akarok neki jó tanácsot adni, de ha, a, ha lenne barátja, vagy egy kedves családtagja, akkor, akkor azt javasolta -e neki, hogy beszéljen kevesebbet, de nem képes rá. Hát látszik, hogy egyszerűen pszichés kényszer van benne, hogy, hogy beszéljen. És azért a számok egyértelműek, tehát a ma kijött századvég felmérés egyértelműen mutatja, hogy a megválasztás, az, az előválasztáson a pajzsremelése óta elveszítette a, a, támogatóinak a 25 át Tehát 42 ról lement 30 százalék, 33 33, 33 ra a támogatottsága. Azért ez három hónap alatt egy ekkora, vagy négy hónap alatt egy ekkora... Igen. Az elutasítottsága meg 60 fölé ment, úgyhogy az, az is egy érdekes Az, az, meg, az, az rakétaként, tehát igen. az egy, az egy, tehát a... Ugye Gyurcsány Ferenc az, akinek az elutasítottsága 15 éve, tehát az összedi beszéd, vagy 16 éve, az ösztödi beszéd óta torony magas, tehát itt gyakorlatilag 80% körül van. Na most, ö, ha nézem a márkizajnak az elutasítottsági görbéjét, meg ugye azt a monoton függvényt a gyurcsányét, akkor nagyjából kirajzolható, hogy körülbelül két hónap múlva metszi egymást a két a grafikonon a két vonal. Tehát most olyan 62% környéken jár a márkizaj Péter minden héten minden felmérés azt mutatja, hogy körülbelül egy két 3 pontot ront. Uh -huh. Tehát annyival elutasítottabbá válik Márkizaj Péter. Hát. Tehát azért az emberek nem nem most ostobák, akármit is gondolhóluk Márkizaj Péter, látják, hogy mit beszél, é, értékelik a maguk szempontjából, és kedvezőtlenül értékelik. Tehát ez, 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 ezt a számok, ezt világosan megmutatják. Az, hogy egyébként Magyarországon van egy olyan szavazói réteg, körülbelül a, társ, a szavazóknak az egyharmada, akik tényleg bármire, erre a pohár vízre is leszavaznának, ez tehát ez egy, ez egy társadalmi tény, amivel együtt kell élnünk, de azt kell mondjam, hogy a bizonytalanok és a magukat jobboldaliként identifikáló emberek egyértelműen Világos. jelezték a véleményüket, hogy ebből nem kérnek. Nem lehetnek könnyű helyzetben a szegény ellenzéki szavazóink, hiszen az a miniszterelnök jelölt, aki most itt az első helyen oh. viszi az zászlót, erről Dobreklára annyit mondott, hogy alkalmatlan vagy Péter miniszterelnöknek lenni. Nagyon csúnyán magyar tanulom mondtam. Azért ezen el kéne gondolkozni, hogyha már a saját Persze. tettes társaik ezt mondják róla, akkor igen nehéz helyzetben lehetnek a szavazók, hiszen Dobrev Klára népszerű volt. Vajon még mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudta arra rábírni MZP, hogy ő legyen. Hm. A jelölt, a miniszterelnök jelölt, hiszen nem ő végzett az első helyen. Ez egy óriási kérdés, és ezt szerintem emellett nem, nem kellene szabad csak uh -huh. úgy elszaladnunk. És hogyha valamit szeretnék javasolni, akkor ezt szeretném a, a szavazó táborának javasolni. Ennek kéne utána nézni, hogy vajon mi áll le uh -huh. És az oly népszerű, amúgy Dobrev Klára részükről, és én meg voltam győződve egyébként, hogy biztos, hogy ő lesz a befutó. Hogy kerülhetett, és hogyan viselte el, hogy ő csak második lett? Én, én szerintem van egy nagyon logikus választ, hát, ezt az egész előválasztást, ezt, ezt uh, Gyurcsány Ferenc rendezte, ő, ő döntött arról, hogy mi fog itt történni. Döntetett volna úgy, hogy a feleségét előre engedi, hogy ő legyen a jelölt, de egész egyszerűen nem akarták vállalni a kockázatot, mert az rossz a családi üzletnek, veszélyes, nem akarták, hogy egy, ált, egy, egy esetleges választási vereségnek az összes ódiumát, terhét azt neki kelljen elvinni. És Karigerik hogy engedték, Karácsony, hogy, hogy Hogy nem engedték? Hát uh -huh. összeomlott, mint a rongy. Tehát egész egyszerűen az történt a fickóval, hogy összeomlott a nyomás Az alatt. ő ő már meccette a gyurcsányét, amikor leváltották. Hát kész, el. hát nem bírta. Hát látjuk, hogy milyen. Tehát egész egyszerűen pályatévesztő. Tehát ő egy, egy, Egyetemi kávézóban a kávéját a kora reggel 11-kor kavargató. Igen, figura, csak ahhoz rendes aki... diplomát kellett volna szerezni, meg doktorit. Hát még diplomája <laughs> még van is, de doktorit azt nem sikerült, meg nyelvvizsgát, meg jogosítást, semmit nem sikerült neki megszerezni, mint komoly erőfeszítést. Tehát az a lényeg, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen nem bírta ezt. Kiszállt, bedobta a török között, ott volt hirtelen a Gyurcsány, azzal a lehetősége, hogy most akkor a feleségét, vagy ezt a márkizajt neve engedj előre és ő úgy volt vele, hogy akkor vigyél a balhét a márkizaj. Ezek szerint te azt gondolod, hogy már ők eleve vesztésre játszottak? Én, azt, én úgy azt gondolom, hogy túl nagynak értékelték a kockázatot, és úgy voltak vele, hogy ha márkizaj nekik megnyeri ezt a választást, nekik úgy is jó, mert akkor elhajítják, mint a használt zsebkendőt, ha meg nem, akkor meg elviszi a balhét. Vin, vin, az ő szempontjukból ez csak jól alakulhat. Zoli nagyon régen szóval, Igen, <kül> az egész világon elterjed egy ilyen irracionális fordulat. A balliberális oldalt nézzük, hát gondoljunk arra, miért itt ne lenne. Tehát az amerikai elnök a tegnap előtti napon azt mondta, hogy tegnap megtámadják az oroszok Ukrajnát, még azt is megmondta, hogy 14 órakor. Putyin viccelt is, vagy mert nézi az óráját, hogy jókor indítson. És, itt miért ne lenne ez? Tehát, hogy egy csomó irracionális hülye dolgot látunk, hogy hazudik következmények nélkül, nem átgondoltak a szerepek, nincsenek is rendes szerepkiosztások, hanem ilyen, akik a, aki marja jut alapon megy a dolog, és arra gondolok, hogy 46-ban Walter Lippmannnak megjelent egy könyve az Amerika válaszúton. Azon kesereg, ez egy nagy liberális megmondó ember volt, és tényleg egy ilyen 50 éven keresztül az amerikai politika egyik sarköve volt újságírás tekintetében. És azon kesereg, hogy milyen furcsa a demokrácia, hogy az emberek akkor izgulnak valamilyen tényen, amikor az már nincs, mert ugye a politika már hónapokkal előtte tudja, hogy. Tehát a, mindenki tudja, hogy hülyeség. Hát miért kellene az oroszoknak megtámadni Ukrajnát, egy, csődbe jutott ország, és mindenki látja, hogy ez egy nyomásgyakorlás, mert ugye azt nem tudják, hogy Kiev az 80-90 kilométerre van a határtól, tehát persze, hogy oda veszek, és akkor hadizguljatok. És ugyanez van Magyarországra is lebontva. Tehát, hogy mond, a, mond, egy valamit az ellenzéki ágens, oda se figyelve a liberális média ezt átveszi, szajkozza, azt a véleményt, amiben mi cáfoljuk, az ő köreiktől elzárják, és Nyugat-Európa pedig hadra készen áll. Tehát itt ez, ez az Eklund nő, ez egy, ez egy ugyanolyan szereplője a Magyarország elleni támadásnak, mint a tegnap előtt vagy tegnap meghozott bírósági ítélet, amiben ugyan letagadják, hogy szó sincsen arról, de azért lehet nyomon követni, lást kormányzati sajtótájékoztató, hogy tizenkétszer tették fel ugyanazt a kérdést, és volt olyan újság, aki háromszor tette fel, természetesen liberális újságíró volt, hogy ő nem akarja ezt megérteni. Ilyen, ilyen, pályaleosztáson nagyon nehéz játszani, mert van egyszer egy racionális átgondoltság, hogy az országba lehessen fűteni, hogy az emberek ne érezzék meg azt a nagy nyomást, amit a nemzetközi csőd halmazok okoznak, hogy az usa is 9% az infláció, vagy a Csehkni 9,7%, tehát nem nálunk a legmagasabb, mint hogy a liberálisok mondják, ezt el kell tolni az emberektől, sikerrel megcsinálja a kormány, és akkor ezek az agyamentek pedig olyanokkal foglalkoznak, hogy ráígérnek mindenre. Tessék megnézni, fél évre visszamenőleg ö, Szabó Tímeának, meg ezeknek milyen ígéreteik, meg követeléseik voltak. Tessék megnézni, hogy a pedagógusok szemforgató és álszent módon a szakszervezet beletolja őket egy választáshoz nagyon közelít sztrájkba. Mert ez a mostani beszüntetés. Igen. Kormány világosan megmondta, hogy akarunk 30%-ot emelni. Tinek nektek igazatok van, elismerjük, de most nem tudunk annyit adni. Ezt egy normális ember megérti. A liberális, most adjatok azonnal. Mm -hmm. Tevetséges. Na, ha már felhozt Zoli, akkor nagyon kevés időnk van, de azért ebben fussunk még egy kört, hogy ti mit szóltatok ahhoz, hogy teljesen szokatlan, soha nem volt módon beül egy magyarul nem tudó bíró, egy élő műsorba, és ott közli, hogy a beadványodat elutasítottam. Olyan magyarsággal, hogy az ember sírt. Mit akartak ezek megalázni bennünket, vagy, vagy, vagy miről szólt ez az egész? Nekem olyan érzésem volt, hogy mintha nem tudják ezt végrehajtani a választások előtt, ki kellett találni valami olyan látványos produkciót, amivel üzenhetnek itt a magyar választóknak. Kvázi bele akartak avatkozni a mi választási kampányunkba. Cáfoljatok meg, hát hogyha nem, tehát lehet, hogy több más is. Nem jó, ez, ez, ez de, tökéletesen egyebet, De hogy, hogy ez volt az üzenet, az egészen biztos, és miután így elmondhatták, hogy most először történt ilyen módon a közlés, most először ítéltek el, Ugye két országot? Tehát minden az első, 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 erre jobban odafigyelnek, ezt a média fölkaphatja, és utána csáncolhatnak rajta. A pápák diplomáciai kedvességből a szeretet üzenetét mindig az adott ország nyelvén szokták elmondani. Én arra gondolok most, ha volt annyi De esze... Ha volt gyakorlóan. annyi esze... Már nem, nem azzal, az, az az érdekes, hogy ha volt annyi esze a PR tanácsadóknak, mert egy posztkeresztények, vagy istentelen gazemberek. Tehát ha volt annyi esze valakinek, hogy ezt utánozzuk, akkor magára tudott húzni egy ilyen ex katedra infallabilitás, ilyen, ilyen én vagyok a tanító, és most én megmondom, hogy mi van gondolatot. Ez nagyon sok embernél biztos, hogy bejött, akik szokták a vatikáni közvetítéseket hallgatni de ez csak egy tipp. Uh -huh. Hát én az egész ítéletet szeretném inkább. Just a mód, módjáról nem Világos. persze. Mm. Tehát ugye tudtuk, hogy ez lesz, meglepetéskel nem ért senkit. A... Én Magyarország szempontjából különösebben rossz hírnek nem tartom. Túl leszünk majd ezen is. Egy valamire szeretnék utalni egyébként. Az elmúlt egy évben ugye az új építési pénzekhez például nem fértünk hozzá, az Unió ugye letiltotta, fölvették a hitelt, ami nevünkben is aláírtuk. 2500 milliárd. Majd, majd nem, majd nem folyósították ezt képest Magyarország, Európában a legnagyobb gazdasági növekedés produkálta. Szóval akkor döntsük el, kinek van szüksége, kire, nekünk az Unióra, vagy, a, vagy fordítva. Ez az egyik. A másik, hogy hogy a, kinek a szempontjából rossz hír. Ez. szerintem az Európai Unió szempontjából rossz hír. Mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy ö, amikor minden ö, geopolitikai tömb integrálódik, az oroszok összefognak a kínaiakkal, Amerika besöpri, ami kell neki, meg vannak a maga ö, szövetségesei, akkor Európa <laughs> vagy összefog, vagy széthullik. Ez az ítélet a széthulláshoz visz minket közelebb, nem az összefogáshoz, ez egészen biztos. Még akkor is, ha esetleg a kiötlői úgy gondolták, hogy ezzel fogják majd létrehozni a nagy brüsszeli birodalmat. Ez nem birodalom lesz, ez egy óriási bukás lesz. Ennek ágyaztak meg ezzel. És az a tragédia, hogy közben attól zeng a magyarországi lerakataiknak a médiája, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni az Európai Unióból Magyarországot. De hogy akarja ezek az intézkedések, ahogy mondod, vezetnek éppen oda, hogy szét fog hullani az egész. Nem, hogy nem kivezetni akarja, megerősíteni akarja. Hát a, aki, akik szétverik az Uniót, azok Brüsszelben ülnek, meg szerintem Berlinben. Igen. Lehet, hogy ők nem tudják, de már csinálják az Unió szétverését. Ennek az első gyümölcse Nagy-Britannia távozása volt. Nagy-Britannia nem kért sokat. Azt kérte, hogy egy picikét rugalmasabban bánjanak Így van Ennyit kért és addig-addig-addig heccelték őket, amíg a britek azt mondták, hogy akkor itt van a királyi középső ujjam, szevasztok, és mi megyünk. <laughs> ez történt. Ez történt, és ők és kiléptek az Unióból. Ez volt, a, ez volt az első. Na most azok az azok a döntések, európai döntések, amikor pártpolitikai ideológiai alapon ítélnek el egy országot, amikor azt mindenkit megpróbálnak, a, a kört megpróbálják beleerőltetni a kockába, a kockát a körbe, akkor azt gondolom, hogy, hogy megágyaznak ennek az egésznek a szétesésének. Ez az egész Európai Unió nagyon bölcsen nemzetállamokra lett kitalálva. Ha ez nem nemzetállam lesz, hanem birodalom, akkor pont oda fog jutni, ahol az összes birodalmi kísérlet az elmúlt száz évben, németek ennek kétszer nekifutottak, egy olyan, egy olyan 80 milliónál több ember életben nem került, tehát ez a két kísérletük, tehát azt kell mondjam, hogy ez egy veszélyes és kudarcra dolog. Európa nem lesz soha birodalom. Soha. Zoli A Henry Kissinger azt mondta egyszeriben a 80-as években, hogy a németekben megvan az a belükszületett képesség, hogy mindig túlbecsülik a lehetőségeiket. Amit a Tamás mond, az teljesen erre utal, hogy majd megint neki akarnak futni, tehát minden arra utal. Egy biztató dolgot látok, van egy csomó kis nemzet az Európai Unióba, akik figyelik és arra gondolnak. Tehát, ha most mi ezt csináljuk, akkor minket is majd deresre vonnak? Hmm. És azért ezt figyelik, ezt az ítéletet, tehát ez csak Magyarországon a liberális média nem láttatja, Tehát ez egy nagyon erős felkiáltó jel, ahogy a Tamás mondta, gyerekek. Hát ez más verseny is előfordul Mondok egy másik, csak egy, ha még van egy perc. Egy percom. Na, akkor nagyon gyors leszek. Tehát csak az van, hogy ö, ugye itt vannak a déli országok, körül 200 százalékos államadósággal. Ezt most meg tudják finanszírozni, mert jelenleg az alapkamat szinte elenyésző, mínusz vagy nulla. Na de ezt látjuk, hogy ezek az alapkamatok elindultak fölfelé. Ez az... azt jelenti, hogy valakinek ezeket az államadóságokat el kell kezdeni majd durván finanszírozni. Ki lesz az? A németek? A szlovákok? Kik? Kik lesznek? Mm. Ezt a, valakinek a kőkeményen a zsebébe kell nyúlni. Bizony. Na majd ott fog kiderülni, hogy ki akar itt igazán birodalmat. Megint a németeket fejik, meg vagy szó, hogy. Mert Na, ki akar EU-t? Hát igen, ki akar egyáltalán EU-t? Tehát ezt majd valaki, tehát valakinek a cehet valakinek állnia kell ezért. Kedves hallgatóim, a civilkört hallották Szűnyi Kingával, Zoltánnal és Lánci Tamással. Vendégeimnek köszönöm az aktív részvételt, hallgatóimnak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Hallgassák továbbra is a karcefemet, a viszont